Sziasztok! Ez itt a Kisember a Nagy Enduron című sorozat. Az én nevem Rece. Jó reggelt mindenkinek! Megyek a Szilágyi Erzsébet fasorra, és az a tervem, hogy bérelek egy Fanti Caballero 500 rallyt. Kíváncsi vagyok arra a kis motorra, hogy mit tud. Nagyjából 2 éve jelent meg ez a motor. Azóta elég sok videót lehet találni a YouTube-on, ezt videót, és azt kell mondanom, hogy kivétel nélkül mindenki dicséri ezt a motort. Ez volt az, ami felkeltette az érdeklődésemet, illetve még az is többek között, hogy egy egész könnyű 150 kilós motorról beszélünk, ami ugyan a 40 lóerő nem tűnik soknak, de mindenki azt mondja, és ezt én el is hiszem, és majd most akkor meg is tapasztalom első kézből, hogy a 40 lóerő egy 150 kilós motornak elég tud lenni. Sziasztok! A mai epizódban egy nagyon vagány kis motort szeretnénk nektek bemutatni. És ez nem más, mint a Fanti Caballero 500. Ebből is a rally változat. Miután elég sok videót láttam erről a motorról, nagyon fölkeltette az érdeklődésemet, és mindenképpen szerettem volna én is kipróbálni. Ezért aztán felkerestem a fantik.hu honlapot, elmentem és kibéreltem ezt a motort. Benkő Zsolt, a forgalmazó, egy tényleg nagyon kedves és jó felsrác, ő adta át a motort. Na, hát akkor az első méterek a Caballeroval. Nézzük, mit tud. Egy kis szabálytalankodás belefér, pont elmegy a rendőr. Utána megyünk. Nézzük, mit is tud ez a kis motor. Mint a nevében is benne van, ez egy 500 köbcentis motor. Az 500 köbcenti tulajdonképpen 451 néhány köbcentit takar. A motor teljesítménye 40 lóerő és 43 Nm. Egyhengeres, vízhűtéses, négyszerepes motorról beszélünk. Egy kínai üzemben gyártják ezeket a blokkokat. A Fantic egy 1968-ban alapított olasz motorkerékpárgyár. Mit érdemes tudnunk erről a motorról a műszaki adatokon kívül? Én arra voltam kíváncsi, hogy ha lejövünk az aszfaltról, akkor mit mutat. Természetesen nem fogom ütni-vágni ezt a motort, hiszen bérelem. Másrészt, ahogy látjátok, nem is terepgumik vannak rajta. Tulajdonképpen azért érdekel ennyire, mert véleményem szerint ez a motor teljesen jó beleilleszthető az adventure kategóriába. Nyilván kompromisszumot kell kötnünk. Az én motorommal kompromisszumot kell kötni abban az esetben, hogyha fel akarok menni egy keményebb off-road szakaszra, ott, ha sár van, vagy homok, akkor általában elvérzek. Ezzel a motorral meg nyilvánvalóan elvéreznék az autópályás hosszú szakaszokon, amikor nagy sebességgel napi nagy távokat kellene megtenni. Kompromisszum, mindig kompromisszum. Minden motorkerékpár vásárlása azzal jár, hogy valamiről le kell mondanod. Vagy erről, vagy arról. Ez már csak egy ilyen műfaj. Én a legfontosabbnak tartom ebben a motorban a felépítését. Egyrészt azt, hogy mindössze 150 kg a súlya, keskeny építésű, meglehetősen széles kormánnyal rendelkezik,
ettől nagyon könnyen irányíthatóvá válik, és mindezt a könnyen irányíthatóságot élvezhetjük városi forgalomban, illetve itt egy olyan környezetben, ami már nem a városi forgalom, nem is feltétlen nagyon extrém off-road szakasz, de itt például a repülőtér mellett, ahol éppen most vagyunk, ez egy homokos terület. És nem is olyan meglepő módon ez a kis motor ezen a homokos talajon tökéletesen használható. Pont attól, hogy kicsi, keskeny, kis súlyú, annak ellenére, hogy utcai gumikkal van ez a motor felszerelve, semmiféle nehézséget nem találtam abban, hogy ezt terelgessem jobbra-balra. Tessék, itt van a homokon. Hát hogy megy ez a motor, gyerekek? Hát hogy? Hát mint az álom. Nincs súlya. Hát miről beszélünk? Hihetetlen. Hát semmi. Ez a futómű, gyerekek, pazar. Komolyan pazar. 40 lóerő. Nem elég. Hogy? Mire nem elég? Hát olyan élvezet ezzel a motorral menni, gyerekek, hogy valamit döbbenek. Marfa Gabi barátom nemrég kölcsön adta a DR650-esét. Azzal tudtam először megízelni azt, hogy ilyen könnyépítésű motorral milyen élmény homokon motorozni. Tulajdonképpen ebben a motorban ugyanezt keresem és ugyanezt próbálom meg megtalálni. Miért? Ennek nagyon egyszerű oka van. A DR650 sajnos ma már nem kapható újonnan. Miután a Suzuki a DR650-et nem hajlandó ellátni injektorral és ABS-szel, ezért az európai piacról tulajdonképpen ki vannak tiltva. Az Egyesült Államokban és Ausztráliában még újonnan kaphatók, egész olcsó egyébként $7000, ami 3 millió forint alatti árat jelent, de sajnos ezt mi nem tudjuk elérni, hiszen nem tudjuk forgalomba helyezni őket. Azt gondolom, hogy ez a motor, ez talán alternatívája lehet a DR650-nek. Bár felépítésüket tekintve, nyilvánvalóan nem azonos motorok, hiszen ez egy scrambler alapokra épült motor, míg a DR650 más szegmens képvisel. Mégis azt gondolom, hogy valamilyen szinten összehasonlíthatók. Érdemes eljátszani a gondolattal azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen motorral esetleg el tud-e az ember menni egy nagyon hosszú távú útra. Nyilván le kell mondani azokról a szakaszokról, ahol napi 1000 és 1000 km fölötti távokat akarsz megtenni, hiszen ez a motor véleményem szerint hosszú távon 100, maximum 110 km/órás sebességre képes. Megkockáztatom, még a 110 is sok lehet neki, bár ki tudja, ez csak akkor derül neki, hogyha erre egyszer alkalmam lenne, hogy kipróbáljam. A mai nap azzal a céllal béreltem ezt a motort, hogy kipróbáljam városi forgalomban, és a városi forgalmat követően pedig lejöjjek az aszfaltról, és ha nem is terepviszonyok között, de legalábbis burkolatlan utakon, homokos talajon kipróbáljam ezt a motort. Azt kell mondanom, hogy nem okozott meglepetést. Azért nem okozott meglepetést, mert meglehetősen sok videót láttam róla, és gyakorlatilag aki ezt a motort kipróbálta, kivétel nélkül csak dicsérte. Nyilvánvalóan ez a motor a 40 lóerejével nem fogja az aszfaltot szaggatni alattad, nem fogsz vele 200-zal száguldozni, hiszen nem képes 200-zal menni, és nyilvánvalóan nem fogsz vele óriási asztalokat ugratni a cross pályán. De nem is erre való. Pontosan arra való, hogy mindenből egy kicsit adjon neked. Sőt, nem is annyira kicsit tulajdonképpen, mert azért azt kell mondanom, hogy a városi motorozás az rendkívül élvezetes vele, a kis keskeny felépítése, a pörgős motorja mind arra predesztinál, hogy élvezd a városi motorozást. Abban a pillanatban, amikor lejössz az aszfaltról, ez a 40 lóerős teljesítmény és a 150 kg súly pontosan jó arra, hogy homokon és aszfaltmentes utakon élvezetesen menjél vele. És akkor nem beszéltünk a közutakról, ahol egyébként ugye 90-nel mehetsz, annál a sebességnél nyilván jóval többet tud ez a motor,
viszont rendkívül könnyen kanyarodik. Egészen hihetetlen, hogy mennyire élvezetesen lehet ezzel a motorral kanyarodni. Ami meglepő ebben a motorban, azok az apró részletek. Nézzétek meg például a lábtartó konzolt, mennyire szépen van kimunkálva. Vagy említhetjük még a hátsó lengőkart, illetve a hullámos féktárcsák is magukért beszélnek. Végső konklúzióként leszögezhetjük azt, hogy ez a motor árérték arányban szinte verhetetlen a piacon. Szóval gyerekek, ezzel nyugodtan lejöttek az aszfaltról. Eszméletlen jól lehet vele csapatni. Ezen a motoron, gyerekek, egyetlen nagyon bosszantó és zavaró dolog van, az pedig nem más, mint ez itt. Amikor kiállsz a nyerekből, akkor gyakorlatilag a jobb lábadat le akarja lőtni a lábtartóról. Ez elég kellemetlen tud lenni, amikor telepezel. És egy ilyen motorral mondjuk arra szánnád el magad, hogy elmész egy nagyon hosszú útra, ahol aztán mindenféle körülményekkel találkozol, a hegyvidéktől, a homokon keresztül, az autópályás szakaszokig, akkor ez mennyire használható motor. Igen, látjuk a gyengeségeit, tehát az egyhenger 40 lóerő, az biztos, hogy nem teszi ezt a motort pakolhatóvá, nem teszi alkalmassá arra, hogy két személlyel megpakolva közlekedj vele hosszú távokat. Nem is erre való. De azt gondolom, hogy ha nem sietőse veszed az utad, és igyekszel az autópályákat minél inkább elkerülni, akkor igenis alkalmas lehet ez a motor arra, hogy nagyon hosszú távokat megtegyél vele. Ez a nap is véget ért, viszem vissza a motort a kereskedésbe. Van ennek a motornak egy nagyon nagy hibája. Mégpedig az, hogy legalábbis személy szerint engem folyton valami csibészségre késztet. Nem tudom, hogy miért, valószínűleg azért, mert olyan kis picike ez a motor, kis filigrán, pörgős blokkal, széles kormánnyal, nagyon könnyen terelgethető, és azért úgy robbanékony ez a motor. Valahogy legalábbis itt a városi forgalomban állandóan valami olyasmire készített, hogy valami csibészséget csináljak. Gyorsuljak le autókat, kerülgessem őket jobbról, balról, menjek aluljárókba, nem is tudom, mindenféle olyan csibész dolgot akar tőlem ez a motor, amit én is nagyon akarok persze. Hát hogyne. Köszönöm szépen a figyelmet. Iratkozz fel a csatornámra, és nyomjál rá a kis csengő ikonra, hogy értesülj az újabb részekről. Nem az a célom, hogy nagyon dicsérjem ezt a motort, de őszintén is komolyan mondom, hogy nagyon kellemes az egész, amit ez a motor tud. Úgyhogy biztatok titeket, hogy ha van rá pénzetek, vegyetek egyet, nem fogtok benne csalódni. Nézzétek meg a videókat, olvassátok el a leírásokat, és vegyétek azt figyelembe, hogy mire való ez a motor. Ha arra a célra veszitek, amire való, akkor semmiképpen nem fogtok benne csalódni, ezt elhihetitek nekem. Meg nem csak nekem, mindenki másnak is. Hát gyerekek, remélem, hogy sikerült ez a felvétel. Az, hogy egy autóból nő mellette a férfiak odanéznek, bámulják a motor és integetnek, mutogatják egy hüvelykujjukkal, hogy milyen szuper kis bringa, hát ez valami hihetetlen.